Barti Tihamér Hargita megye tanácsának alelnöke szervezésében lakossági fórumra került sor a 4-es kilométernél, melyen részt vett Borboly Csaba megye elnök, valamint az út felújítása kapcsán a terveket készítő cég képviselője is. A cél az volt, hogy az érintettekkel megbeszéljék a Kovács Péter felé vezető út helyzetét, valamint a villanyhálózat kiépítésének ügyét. Ezelőtt 2 évvel javasoltam, hogy ez az útszakasz kerüljön be aszfaltozásra a megyei tanácshoz. 2,6 kilométer volt kimérve az utolsó házig, itt a 4-es kilométer kötőtől felfelé az utolsó házig, ami itt van, ami aszfaltozáshoz szükséges tervek elkészítésére bekerült a költségvetésbe. Ez a fórum azért volt fontos, hiszen a lakók elmondhatják, hogy hol, milyen jellegű problémák vannak, mikkel találkoztak az út mentén. Itt főleg a vízmosás, patakmosás, stb. Ez nagyon-nagyon fontos. És látszik ebből is, hogy a legnehezebb része, vagy a legköltségesebb része az útépítésnek nem is az aszfaltozás lesz, hanem a patakmedernek a szabályozása, sáncok építése, betonozott sáncok építése, hídak, átereszek építése, hiszen az aszfalt munkálatok mindössze 25%-át fogják jelenteni a teljes költségnek, és több mint 8 millió lejes munkálatról beszélünk, tehát egy nagyon komoly beruházásról. Én remélem, hogy az elkövetkező 1-2 hónapban elkészül maga a terv, azt el tudjuk fogadni, és el tudjuk indítani a közbeszerzéshez szükséges procedurát. A megyei önkormányzatnak a teljes összeg most nem áll rendelkezésére, viszont szeretnénk letenni vagy uniós pályázatra igénylést, vagy kormánytámogatásra igénylést. Mindenképp el szeretnénk kezdeni a procedurát, hiszen ha elkezdünk már egy úttal dolgozni, azt előbb-utóbb befejezzük, tehát ez lenne az elképzelés, illetve arról is beszéltünk, hogy a 2,6 kilométertől tovább felfelé kövezést már az idén, most nyáron elkezdünk. Remélem, hogy őszre az a szakasz is járható lesz, hiszen azt hiszem ezzel a részével, ennek a résznek a fejlesztésével kell foglalkozzon a város és a megye, ezért próbálunk mi is segíteni. Az érintettek megfogalmazhatták problémáikat, feltehették kérdéseiket, valamint javaslataikat is szívesen fogadták. Az elképzelés szerint az utolsó házig lesz majd aszfaltozva az út, és minden háznál a bejáratot híddal alakítják ki. Az utolsó háztól Kovács Péter irányába kövezett út lesz. A tervek néhány hónapon belül elkészülnek, és akkor meghirdetik a közbeszerzési eljárást. Majd amint sikerül kivitelezőt találni, elkezdődhet a nagyszabású munka. Ehhez a megyei tanács uniós vagy kormánytámogatás által szeretne finanszírozást szerezni.